elkerülhetőek a nyári közlekedési balesetek. Nagyobb körültekintéssel és az előírt szabályok betartásával megelőzhetőek a figyelmetlenségből adódó karambolok. Fontos a klímaberendezések tisztítása és karbantartása. A megfelelő eljárásokkal megelőzhető a kórokozók megtelepedése, emellett pedig nőhet a berendezések élettartama is. Családi nap a Rákosmenti Összefogás óvodában. A szervezők játékos feladatokkal várták a kisgyermekeket és azok szüleit a már hagyományosnak számító rendezvényre, amelyre Horváth Tamás polgármester is ellátogatott. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A nyári időjárás nagyban befolyásolhatja a forgalomban résztvevő személyeket, hiszen a kánikula vagy a heves esőzés egyaránt hatással van a közlekedők szervezetére. A rendőrség arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy nagyobb körültekintéssel, valamint a közlekedési szabályok betartásával megelőzhetőek a figyelmetlenségből adódó balesetek. A témával kapcsolatos információk sorát Bihami Jenő rendőr alezredes, a 17. kerületi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője ismertette. A nyári évszak beköszöntével megváltozik a közlekedési morál, ugyanis az időjárási sajátosságok kihatnak a közúti forgalom szereplőire. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyobb körültekintéssel és a közlekedési szabályok betartásával elkerülhetőek a figyelmetlenségből adódó karambolok. A nyári meleg az minden közlekedőnek a szervezetét megviseli. Toppaság, bágyadság, figyelmetlenség, illetve a reakcióidőnek a növekedése tapasztalható ilyenkor. Ilyenkor a gépenvezetők türelmetlenebbek, lobbanékonyabbak a közlekedés során, olyan szituációkba is belemennek, amiben egyébként nem mennének bele normál időjárási körülmények között. Azt azért tudni kell, hogy ilyenkor megjelenő zivatarok, záporok, azok ugyanúgy nagy mértékben a látást befolyásolják a közúton. Tehát ott is egy nagyobb, felfokozott figyelemre kell számítani, illetve figyelemmel kell vezetni a gépjárműveket. Bihami Jenő rendőr alezredes hozzátette, a jó időnek köszönhetően egyre többen közlekednek két keréken. A biciklis öltözékek közül csak a láthatósági mellény szerepel a kötelező kiegészítők körében, de a balesetek elkerülése érdekében célszerű, ha fényvisszaverő ruházatot viselnek az érintettek. Mégis az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy a nyáron előforduló balesetek okozói, valamint kárvallottjai legtöbb esetben a gépjárművezetők. A nyári szezonban a baleseteknek a jelentős százalékát a követési távolságban nem tartása okozza, illetve elmondhatom azt, hogy egész Budapesten a személyisérüléses baleseteknek a jelentős százalékát az előzés szabályainak a megsértése, olyan helyen előzünk, ahol nem lehetne. Az ittas járművezetés még mindig eléggé jelentős számba fordul elő, illetve az irányváltoztatásnak az elmulasztása, az irányjelzőnek a használatának az elmulasztása az is jelentős baleseti forrás. Éppen ezért a rendészeti osztályvezető arra inti a lakosságot, hogy közlekedési formától függetlenül legyen náluk hideg víz, továbbá olyan ruházatban induljon mindenki útnak, ami kényelmes és jól tud szellőzni. A klímaberendezéseket érintő tisztítási és karbantartási feladatokat érdemes szezon előtt, illetve azt követően is elvégezni, ugyanis a megfelelő eljárások alkalmazásával elkerülhetőek a negatív egészségügyi következmények, és nőhet a berendezések élettartama is. A témával kapcsolatosan Várkonyi Nándor, a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének elnök főtitkára adott tájékoztatást. Bár jelenleg esős arcát mutatja a nyár, azonban az elkövetkezendő hónapokban valószínűleg sokan fogják majd beindítani klímaberendezéseiket. Ám még mielőtt ezt megtennék, fontos elvégezni a szükséges tisztítási és karbantartási feladatokat. Hívják fel a figyelmet a szakértők. Várkonyi Nándor, a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének elnök főtitkára elmondta, a készülékek megfelelő takarítása mind műszaki, mind pedig egészségügyi szempontból elengedhetetlen.
Megnövekszik a berendezés élettartama, hogyha a hőcserélő felületekről eltávolítjuk a szennyeződéseket, jobb lesz a hatásfoka. És ami még nagyon fontos, hogy a beltéri egységekben a helységlevegőben keringő esetleges kórokozók megtelepedhetnek a felületeken, a levegő áramútjába kerülő felületeken, és ezeket a kórokozókat, csírákat el kell onnan távolítani, semlegesíteni kell. Várkonyi Nándor hozzátette, a tisztítás mellett a karbantartásra is gondot kell fordítani, mivel azonban a legtöbb lakossági készülék hűtésre és fűtésre egyaránt használható, ezért a műveleteket érdemes szezon előtt és azt követően egyaránt végrehajtani, amelyhez ajánlott szakértő segítségét kérni. A tisztítás közben egy szakember észrevehet olyan hibákat, olyan problémákat, működési rendellenességet, amelyeket orvosolni kell. Amellett a szakszerű végrehajtás is nagyon fontos, nem mindegy, hogy hogyan bontjuk le, és elképzelhető, hogy egy sima tisztításnak kiderül, hogy szét kell szerelni utolsó csavarig a beltéri egységet, mondjuk, mert nagy Isten penészedés indult meg a különböző felületeken, és ezt bizony nem lehet, hogy mondjam, amatőr módon elvégezni. Amellett arra is följön a figyelet, hogy például a kültéri egységek elhelyezése olyan, hogy munkavédelmi szempontból bizony csak megfelelő főszereltséggel védő eszközök használatával és szakértelemmel szabad megközelíteni azt a készüléket. A szakember továbbá kitért rá, a klímaberendezések használatakor érdemes ügyelni arra, hogy a hideg légsugarat ne közvetlenül magunkra, hanem felfelé irányítsuk. Továbbá fontos, hogy a kinti hőmérséklettől 6-8 foknál nagyobb különbséget ne állítsunk be a hűtőeszközön, ugyanis az ennél nagyobb eltérés akár hősokkot is okozhat. Június 3-án tartotta hagyományosnak számító családi napját a Rákosmenti Összefogás Óvoda. Az esemény célja, hogy a létesítménybe járó kisgyermekek, azok szülei, illetve az intézmény dolgozói egymással még inkább megismerkedjenek, valamint hogy valódi közösségi élményben részesülhessenek a programok segítségével. Az eseményen jelen volt Horváth Tamás polgármester, valamint M. Tóth Katalin, Rákos Keresztúr, Madár Domb és az Akadémia Újtelep önkormányzati képviselője is. Idén is megtartották a Rákosmenti Összefogás Óvoda hagyományosnak számító családi rendezvényét. A szervezők az intézmény udvarán számtalan program lehetőséggel várták a gyermekeket és a szülőket, akiknek figyelmét egyebek mellett ugrálóvár, pónilovaglás, kézműves foglalkozások, valamint különféle sportjáték kötötte le. Az eseményen jelen volt Horváth Tamás polgármester, aki kiemelte, hogy mindig örömmel tesz eleget az ilyen és ehhez hasonló meghívásoknak, hiszen ezen intézmény is érintett abban a hosszú évek óta zajló fejlesztési programban, amely a helyhatóság részéről a 17. kerületi óvodák udvarának korszerűsítésére irányul. De a jelenlegi programunk az, hogy az óvodai udvarokat hozzuk olyan állapotba, hogy amikor esős idő van, mint ugye tegnap is volt, vagy sár keletkezik, a gyerekek akkor is ki tudjanak jönni majd, ha már nem esik az eső az udvarra. És ugye ennek egyik megoldása az, hogy így most ilyen műfűes pályákat és udvarrészeket készítünk. Természetesen nem szeretnénk az összes udvar, teljes udvar felületet leburkolni műanyaggal, mert az sem egészséges. De amint látjuk, és a fák alatt a fű nem tud megnőni, meg az intenzív használatban sem tud a fű természetesen növekedni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az udvaroknak az egy részét azt ilyen műfűvel leborítjuk. A városvezető hozzátette, az Összefogás Óvoda már a sokadik a sorban, ahol ilyen jellegű korszerűsítésre került sor. A jövőben pedig a kezdeményezés tovább folytatódik Rákosmente önkormányzatának jóvoltából. A jelenlegi rendezvényen a megjelenteket M. Tóth Katalin, Rákos Keresztúr, Madár Domb és Akadémia Újtelep önkormányzati képviselője köszöntötte, valamint azt a magas színvonalú nevelési munkát is üdvözölte, amely az intézményben zajlik. Én azt gondolom, hogy mi különleges kapcsolatban vagyunk, és én is mindig nagyon jó szívvel jövök ide, és igyekszem nem üres kézzel, ugyanis nem csak a választókörzeti képviselő vagyok, hanem szakmai kapcsolatot is ápolunk egymással.
Igyekszünk a gyermeknapokat is úgy szervezni, hogy a gyerekeknek a boldogsága meglegyen, és azt gondolom, hogy a mai napon is mindenféle lehetőség adódott arra, hogy jól érezze mindenki magát. Az óvodában nyaranta és ősszel megtartott családi nap egyik legfontosabb törekvése a gyermekek, a szülők, valamint az óvoda pedagógusok közötti kapcsolat tovább erősítése. Emelte ki papné Veszprémi Júlia intézményvezető. Mint utalt rá, hosszú és eredményes nevelési év van mögöttük, amely során ezúttal is számtalan fejlesztési célú munkálat valósult meg a létesítményben. Nagyon sok fejlesztés történt az óvodánkban, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Ugye kezdődött a bejárati ajtó cseréjével, az aulának a járólappal való lerakásával, folytatódott a csoportszobáknak a redőnyeivel, redőnyfelszerelésével, ez nagyon jó, mert borzasztó meleg van az épületben, illetve a laminált parkettázással. És miközben ez történt, megtörtént az is, amire mi már nagyon régóta várunk, az udvarunk felét, majdhogy nem felét műfűvel rakták le. Csodaszép, gyönyörű, a gyerekek örömmel vették már birtokukba. Az összefogás óvodát érintő korszerűsítések idén ősszel tovább folytatódnak. Rákosmente önkormányzatának képviselő testülete ugyanis döntést hozott róla, hogy megtörténik az épület teljes energetikai hőszigetelése, amely jelentős mértékű megtakarítást fog majd jelenteni az intézménynek. Június 4-én tartotta égigérő parti névre hallgató családi rendezvényét a Keresztúr Baptista gyülekezet. Az elsősorban gyermekeknek szóló esemény az 525. téren valósult meg, ahol a szervezők többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, akadálypályával, valamint különféle sport és ügyességi játékokkal várták a közösség tagjait. A helyszínen tiszteletét tette Horváth Tamás polgármester, valamint M. Tóth Katalin, Rákos Keresztúr, Madár Domb és az Akadémia Újtelep önkormányzati képviselője. Az 525. tér adott otthont a Keresztúr Baptista gyülekezet égigérő parti címet viselő családi napjának. A 2001-ben megszerveződő vallási közösség a kezdetekben mindössze 6 hétfőt számlált, már azonban már 80 tagja van a felekezetnek, emelte ki Rabatin Gábor, a gyülekezet vezetője. Hozzátette, rendszeresen megtalálhatóak náluk a mostanihoz hasonló események, amelyek a hívek közötti összetartozást még inkább erősítik. A jelenlegi alkalom azonban elsősorban a gyermekeknek szól. Alapvetően a gyülekezetünkben nagyon-nagyon sok gyerek jár, velük rendszeresen foglalkozunk, nekik vannak ismerőseik, a szülőknek is vannak ismerőseik, sűrűn csinálunk olyan programokat, amik gyerekprogramok, és hát most úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy kiterjesztettet is, ami nem csak a gyülekezeti gyerekeknek szól, hanem a környékben élő gyerekeknek is, az ismerősök gyerekeinek is, egy ajándékot a városnak, hát ha ezért tudunk egy kis örömet csinálni az emberek szívébe, szemébe. A szervezők színes programokkal készültek, így ugrálóvár, akadálypálya, arcfestés, családi fotózás, valamint különféle sport és ügyességi játékok fogadták az érdeklődőket. A rendezvényen jelen volt Horváth Tamás polgármester, aki köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy tagjai legyünk valamilyen közösségnek, hiszen az egymáshoz tartozás ereje segíthet céljaink megvalósításában, elérésében. A család a legkisebb közösség, a legkisebb közösség, ahol összetartást lehet tanulni, de aztán nyilván az életünk folyamán nagyobb közösségben is kell, hogy létezzünk, és ezeket itt meg lehet tanulni. És a másik az, hogy a közösség csak ilyen közös rendezvényen tudja egymást megismerni még jobban, és aztán az élet folyamán akkor már lehet, hogy a civil életben is jobban tudunk egymásnak segíteni. M. Tóth Katalin, Rákos Keresztúr, Madár Domb és Akadémia Újtelep önkormányzati képviselője kihangsúlyozta, példaértékű az a közösségformáló szemlélet, amely hosszú évek óta jellemzi a gyülekezetet, ezért képviselői tisztségénél fogva maga is igyekszik rendszeresen segíteni őket, akár azzal is, hogy helyszínt biztosít a rendezvényükhöz. Számomra nagyon fontos az, hogy mindenki aktív részese legyen a napnak, a gyerekek, a szülők egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez az 525-ös tér egy optimális körülmény erre, hogy ilyen rendezvényeket tervezzünk és megvalósítsunk. Én ígérem azt a gyülekezetnek, illetve a gyülekezet vezetőjének, hogy az itteni lakossággal nagyon jó kapcsolatot fogunk kiépíteni, hogy mindenki részese legyen ennek a csodálatos lehetőségnek.
A Keresztúrbaptista gyülekezet őszre újabb programfolyamot tervez, amelyre nem csak az aktív tagokat várják, hanem bárkit, aki kedvet érez arra, hogy szabad idejét a köreikben töltse. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. 103 esztendővel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i trianoni kastélyban az első világháborút lezáró békediktátumot, melynek következtében az osztrák-magyar monarchia felbomlott, és a történelmi Magyarország területe 283.000 négyzetkilométerről 93.000-re, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mintegy 3,2 millió magyar került az új határon túlra. 2023. június 2-án a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Rákosmente önkormányzata, a megjelent politikai pártok, helyi intézmények, valamint civil szervezetek, a kárvallottakra és az áldozatokra emlékezve a Népkertben, valamint a Pesti úti első világháborús emlékműnél a magyar hősök tiszteletére helyezték el koszorúikat. A parlament 2010 májusában a trianoni békediktátum 90. évfordulóján, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. A jeles évforduló alkalmából június 2-án Rákosmente önkormányzata is megemlékezést tartott a Pesti úti Népkertben álló országzászlónál. Az esemény kezdetén az Erszabó István által vezetett rázzenevárosi fúvószenekar, valamint Leskó Deli Tercia közreműködésével énekelték el közösen a himnuszt a megjelentek. Ezt követően Leskó Deli Tercia, a Bartók Béla Alafokú Művészeti Iskola népzene tanszakának vezetője adott elő moldvai csángó népdalokat. A rendezvényen dr. Zicsi Mihály, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárosa és tudományos munkatársa mondott beszédet. Amint azt kiemelte, a trianon szó minden igaz magyar ember lelke mélyén ott ég, mint hamu alatt a parázs, függetlenül attól, hogy határon innen vagy túlél. Hozzátette, a magyarság egészét ért trianoni csapás a nemzettudat újabb frusztrációja volt, mely példanélküli az európai történelemben. Trianon kihívására a békekötéskori nemzedék jó választ adott. Olyan ez a válasz, mint egy tükör. Az 1989-esnél sokkal mélyebb gödörből hozta ki a maradék országot 10 esztendő alatt, úgy, hogy kulturálisan, gazdaságilag Magyarország a Kárpát-medence súlypontja, a magyar valuta igen stabil valuta lett. Ez volt a magyar válasz Trianonra. Csattanós válasz. Miért volt lehetséges? Mert sikerült megállítani a gyűlölet spirálját, az egymást követő vörös és fehér terrorhullámokat. Dr. Zicsi Mihály hangsúlyozta, Trianonra minden ma élő magyar nemzedéknek meg kell adnia a saját maga válaszát, anyanyelvével és gondolataival kifejezve. A lényegben a válaszoknak egynek kell lenniük, másként nincs jövő. A kulcs szó az összetartozás. Erről szól a mai nap. Nem tudom, ki adta ezt a nevet Trianon évfordulójának, de zseniális ráérzéssel adta. A realitásokkal számoló magyar politikai vezetés számára Trianon nem lehet akadálya a szomszédokkal való együttműködésnek, lehetőség szerinti jó viszonynak, kölcsönös érdekek alapján. Azt kell keresni, ami összeköt velük, és nem azt, ami elválaszt. De ez csak az igazság alapján lehetséges. A gyűlölet árkai nem nyúlnak le a végtelenségig. Hosszú évszázadokig éltünk együtt velük, közös hazában, többségükkel békében, országépítésben. Meg lehet és meg kell találni az együttélés lehetőségeit, a Kárpát-medence valódi békéjét a lelkekben is, mert az igazi békesség mindig a lelkekben van. Az emlékműnél Rákosmente önkormányzatának képviseletében Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármester, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének nevében Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, illetve dr. Bakos András alpolgármester és Tim Melede önkormányzati képviselő,
A Keresztény Demokrata Néppárt 17. kerületi szervezete által delegálva pedig Szabó Tiborné, dr. Fenke Ferenc és Halász Dezső önkormányzati képviselők helyeztek el koszorúkat. A helyszínen egyaránt lerótták kegyeletüket, a Jobbik Magyarországért színeiben Vaskó Mária önkormányzati képviselő és Paládi Máté, a Mi Hazánk Mozgalom 17. kerületi szervezetének részéről Fazekas László és Szécsi Levente, az Itthon Rákosmentén Egyesület nevében Janik Ném Megyeri Rita, valamint a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői és a lakosság jelenlévő tagjai is. A népkertben történő megemlékezés a szózat és a székely himnusz közös eléneklésével ért véget. A folytatásban a megjelentek a magyar hősök emlékünnepének tiszteletére a Pesti úti első világháborús emlékműnél is elhelyezték virágaikat, a hajdan a haza szabadságáért, függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdő hazafiakra emlékezve. Kisfaludi Stróbő Zsigmond szobránál, melynek talapzatán a világháborúban hősi halált halt katonák névsora olvasható, Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármester koszorúzott. Rákosmente önkormányzata több mint 70 jubiláló, az oktatásban dolgozó szakembert köszöntött június 2-án pedagógus nap alkalmából. A Vigyázó Sándor Művelődési Központ színpadán ezúttal is a kerület azon polgárai részesültek elismerésben, akik 25, 30 vagy 40 éve tevékenykednek tanárként, illetve nevelőként. Az emléklapokat és ajándékokat Horváth Tamás polgármester, valamint Lengyel Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgató helyettese, szakmai vezetője adta át az érintetteknek. Az eseményen részt vett továbbá Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, és dr. Füzesi Péter alpolgármester is. Idén június 2-án tartotta hagyományos pedagógus napi rendezvényét Rákosmente önkormányzata és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ. Elsőként Horváth Tamás polgármester köszöntötte a megjelent intézményvezetőket és tanárokat. Mind beszédében kiemelte, gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkozni élethivatás. Tiszta akarat, bölcs értelem és érzékeny érzelem. Ezek a jó pedagógus ismérvei. Pedagógusnak lenni, gyermekekkel foglalkozni, fiatalokat oktatni és nevelni semmi mással nem összehasonlítható. Teljes embert igénylő hivatás. Itt minden mondatnak súlya van, minden szó és gesztus fontos, a dicséret, a biztatás, öröm és mosoly, de ha kell, a korholás, az összeráncolt homlok, ám mind-mind gyermekeink érdekében, gyermekeinkért történik. Az eseményen a városvezető aranydíszoklevelet nyújtott át Sebesné Csukonyi Katalin pedagógusnak, aki 50 évvel ezelőtt diplomázott, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható pedagógus szolgálati emlékérmet mindazoknak, akik legalább 25 éven keresztül példaértékű munkát végeztek. Így Kis Csabáné és Hurbáné Csucs Andrea óvodapedagógusokat szólították a színpadra. A folytatásban több mint 70 jubiláló óvoda és iskola pedagógus vehette át emléklapját és ajándékát a 25, 30 vagy 40 esztendőt felölelő nevelői pályafutásának elismeréseként. Ezt követően a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgató helyettese osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Aki pedagógus pályát választ, azt hivatást választ. Aki pedagógus hivatást választja, az egy életre elkötelezi magát. Hiszen ez a pálya többet követel annál, mint megtartani a napi kötelező órákat. A pedagógus egész lényében és egész életében pedagógus, aki mintát jelent a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az ünnepi műsor keretében a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola népzene és néptáncszakos növendékei és tanárai, valamint az Aranymálinkó Hagyományőrző Néptánc Együttes szólistái közösen adták elő a Petőfi Szellemének című darab egy részletét. A
A Vigyázó Sándor Művelődési Központba szervezett pedagógus köszöntés állófogadással zárult, ahol Horváth Tamás városvezető mondott pohárköszöntőt. A Rákosmente Televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a rakosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!